Angol és német nyelvet lehet tanulni az intézményben egy olyan pályázatnak köszönhetően, ami már tavaly indult el. KINOP 613 azonosító számot viselő tanuljunk idegen nyelveket elnevezésű projektje indult el. És ugye annak idején már egy sajtótájékoztató keretében elmondtuk, hogy mintegy 700 bajai, illetve kalocsai embert, kalocsai kötődésű embert szeretnénk tanítani. Egy teljesen ingyenes képzésen, aminek a képzési ideje 120 óra. Közel 400 ember tanult az online oktatás időszakában a nyelvtanfolyamokon a megyében. Akár nulla nyelvtudással is lehet jelentkezni. A képzési szintek azok az A1, A2, B1, B2, ezek a közös európai referencia keret által meghatározott képzési szintek. Magyarán a teljesen kezdőtől úgymond, ahogy azt mi hívtuk régen, a középfokú idegen nyelvtudásig bezárólag tudunk csoportokat alkotni. A Bajai Szakképzési Centrum mind az 5 tagintézményébe megérkezett, egyenként 15 darab gépből álló számítógép park, amely várhatóan, hogyha majd lehetővé teszi a vírus, nem lesz második hullám, akkor szeptembertől digitális formában, de már személyes kontaktórák keretében tudjuk majd oktatni az hozzánk járó érdeklődőket, diákokat itt Kalocsán, a Kossuthban, illetve a Dózsában. 16 és 65 év közöttieket várnak. Az időpontok alkalmazkodnak a csoport tagjainak beosztásához. Nyelvvizsgára is lehet utána jelentkezni. Bársiskon egy lakhelyen rendelkezőket várunk, és olyanokat, akik szeretnének tanulni. Kötelező végigjárni ezeket az órákat, szintén felnőtt képzési szerződést kötünk mindenkivel, viszont nagyon kis csoportos foglalkozásokat tartunk. Egy-egy csoportba 9, minimum 9, maximum 14 fő tartozik, és a képzés egyfajta belső vizsgával zárul, amely tanúsítványt ad. A nyelvi képzések szeptemberben indulnak majd.